barátai. Az 1979-es iszlám forradalom óta bizony keveseknek jut eszébe, hogy Irán egykor a szőlő és a bor kultúra fellegvára volt. De van egy város, amelynek a neve egyre többször olvasható az asztalunkra kerülő divatos palackokon. Emlékeként ennek a sok évszázados, de mára mondhatjuk kihalt hagyománynak. Shiraz ugyanis nem csak szőlőfajta, hanem Perzsia hajdani fővárosa, napjainkban pedig az egyik legnépszerűbb turista célpontja. Hírnevét a szőlőn kívül Háfiznak, a költőnek köszönheti. Az iszlám tanításának bizony sok helyen ellentmondó irodalmár előszeretettel énekelt a borról, a szabad szerelemről, feltárva olykor a kettő közötti összefüggést is. És bár ez a gondolkodásmód aligha tolerálható napjaink teokratikus köztársaságában, Háfiz mégis a nemzeti büszkeség tárgya, sőt sírja a szenteknek kijáró vallásos tiszteletben részesül, népszerű zarándokhelyként funkcionál a hívők számára. De Shiraz nem csak a költők és a borvárosa, hanem a kerteké, a virágoké és a fülemüléké is. A Jahannama Park nem tartozik a legnagyobbak és a legismertebbek közé, viszont éppen ezzel tudja belopni magát a látogató szívébe. Könnyen bejárható, sosem zsúfolt, és igazi felüdülést jelent a város fárasztó forgatagában. A kert egyébként igen ősi jelkép, világmodell, a kozmosz kicsinyített mása, földi paradicsom. Nem véletlen, hogy a perzsa szőnyegek egyik alaptípusa éppen ezt modellálja. A zord idő beálltával így pótolták a valódi kertet a maguk számára. A téglalap alakú mezőt egyenes vonalú csatornák osztják föl. Ezek a csatornák virágokkal és cserjékkel teli négyszögeket határolnak el, ami megfelel a négy paradicsomi folyó által négy területre osztott univerzum ideájának. Shiraz igazi mediterrán sziget, a máshol oly zord Zagros hegységben. Hangulatában keveredik a régmúlt és napjaink hangulata, bazárjai pedig még iráni összehasonlításban is híresen vonzóak.